Emberhez méltatlan körülmények között tartják a fogvatartottakat a Tököli Büntetés Végrehajtási Intézetben. Ez egyébként Székely László ombudsman helyszíni szemléje alapján derült ki. A vendégünk pedig az ombudsmani hivatal főosztályvezetője, Fligau Gergely. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy zajlik egy ilyen helyszíni szemle, és hogy fordulhat elő, hogy két ellenőrzés között kialakulnak ezek az elképesztő viszonyok, amik nyilván nem egy hónapja vannak így? Hát nyilván ez a vizsgálat úgy zajlik, hogy korábban még a tavalyi év december során írtunk egy éves vizsgálati tervet, ami szigorúan bizalmas, egy páncélszekrényben van bezárva, egy pendárba van fölmentve, és ez alapján választottuk ki ezt az intézetet. És még sok más hasonló jellegű intézményt, ahova látogatást teszünk. Azért is választották ki, mert voltak panaszok? Tehát volt már erről információjuk, hogy itt valószínűleg rosszabb a helyzet, mint máshol? Hát nem is azt, hanem általánosan a börtönökben lévő helyzet, és akkor azt gondoltuk, hogy ebben az évben a fiatalkorúakra, a gyermekekre koncentrálunk, olyan személyekre, akik a szabadságuktól meg vannak fosztva, úgynevezett fogvatartási helyeken vannak, és akkor ebbe a választásba beleesett a Tököli börtön is. Na most jó, hogy mondja, hogy a fiatalok és a Tököli börtön, mert hogy elvileg ez valóban egy ifjúságnak szánt fogvatartási intézmény. Igen. Gyakorlatilag meg azt tapasztalták, hogy alig vannak ott fiatalok, és nagyon sok a felnőtt. Igen, hát ez nagyon érdekes. Ha jól emlékszem, 761-en és 762-en voltak a vizsgált két napján, és ebből tényleg csak a fogvatartottaknak valamivel több mint 20%-a volt fiatalkorú fogvatartott, tehát a zöld formaruhát viselő fogvatartott. Érdekes ez, mert a intézménynek az a neve, hogy Fiatalkorú Büntetés Végrehajtási Intézete. Ezek a fiatalok egyébként a felnőttektől elkülönítve voltak? Természetesen. Csak azért néha előfordulhat az, hogy a felnőttkorú fogvatartott együtt van a fiatalkorúval, például akkor, amikor a orvosi szoba előtt várakoznak, akkor a folyosón előfordulhat az, hogy együtt vannak, hát ezt is el kellene kerülni. De sokkal komolyabb problémák is vannak. Mi mindenre bukkantak a helyszíni szemle során? Hát talán a legkomolyabb probléma, ami elég sok sajtó felületen megjelent, az az, hogy az úgynevezett fogda helységekben rettenetes körülmények uralkodtak. Ez a börtönnek a B épületének a földszintjén található pár fogda helység. Hát itt képzelj el, olyanokat láttunk, hogy a fogvatartottak kényszerültek ott mosakodni és ott mosni. Közben mi ahol is mutatunk képeket, ha nézzük. Ahol a WC volt. Tehát ezeken a képeken lehet látni, hogy egy kis csapló ki a falból, amiből folyik az ivóvíz, és ez közvetlen ivóvíz belefolyik a WC-be, ahol végülis a szükségleteiket végzik a fogvatartottak, és ahogy ez a WC is kinéz, arról sokkal beszédesebbek a képek, mint ahogy le tudtuk volna írni, és éppen ezért mellékeltük a jelentéshez a képeket is. Most ilyen állapotok, mint ahogy arra már az elején utaltam, nem egy hét meg néhány hónap alatt alakulnak ki, hanem hosszú időn keresztül. Igen. Ki az, akinek ez a felelőssége, akinek rendszeresen ellenőriznie kellene, és akinek már rég oda kellett volna hatni, hogy civilizálják a viszonyokat? Hát, ha jól tudom, ezt az intézet vezetésének kellene ellenőrizni mindig. Én biztos vagyok benne. Az intézet vezetését nem ellenőrzi senki? Mondjuk hát az intézet vezetését több szerve ellenőrzi, például a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, és még számos egyéb szerv. Ők valóban ellenőrizzik, mi csak vizsgáljuk, meg a civil szervezetek is látogatást tesznek. Tehát a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságnak, ha jól tudom, az is feladata, hogy ellenőrizze ezeket a körülményeket. És ugye sok más probléma is volt, hogyha én jól idézek az önök jelentéséből, akkor egyre zsúfoltság van. Az úgynevezett szállító cellákban van, hogy 11 négyzetméteren 16 ember találtak, amikor ott voltak. Igen, hát ez elképesztő volt. Képzeljen el egy akkora helyiséget, mint mondjuk egy nagyobb lift. És itt volt egy betonból készült ülő alkalmatosság, ahol pár fogvatartott ült, és a többiek álltak, és az ajtón óriási piros betűkkel ki volt írva, hogy tilos a dohányzás, tényleg ilyen 10 centis betűkkel körülbelül, és beintottunk ebbe a helységbe, és vágni lehetett a füstöt. A falakon testváladék, falfirka, mindenütt volt egy négyzetméteres WC elkerítve, és lemértük a helység méretét, és tényleg elég sokan voltak benne, tehát mintha tömeg lenne egy liftben.
és ott volt mindenféle ember, beteg emberek, akik később arra vártak, hogy fölmássanak a kórházba, van ott tökölön egy bévi központi kórház is, és hát egész aggasztóak voltak a körülmények. Azt írják, hogy éppen ebből a zsúfoltságból kifolyólag itt ezekben a szállítócellákban különösen, de egyébként is ki vannak téve a foglyok az erőszaknak, és nem csak egymástól, amit az őrök nem akadályoznak meg, hanem az őrök is brutálisan bánnak velük. Hát igen. Nehéz szó ez a brutális, mert nyilván a társadalom úgy gondolja, hogy ezekkel a személyekkel, a társadalom egyik szegmense úgy gondolja, hogy ezek az emberekkel brutálisan kell bánni, mert hogy bűnözők. Viszont én úgy gondolom, hogy aki börtönbe kerül, az ezzel, hogy börtönbe kerül, megkapja a büntetését, nem kell őt tovább büntetni, tovább sanyargatni. Valóban azt mondták nekünk a fogvatartottak, hogy akár nevelési célzatú tockosokat, gyomrosokat kapnak a őri állománytól, tehát azoktól a személyektől, akik minden nap velük dolgoznak, illetve beszélgettünk fogvatartottakkal, akik azt mondták, hogy bizony rutinszerűen zajlik a szexuális zaklatás, szexuális erőszak, fizikai erőszak a fogvatartottak között. Amit az őrök látnak és hallanak. Amit az őrök nem biztos, hogy látnak, de biztos, hogy hallanak és tudnak róla. Hát ezért mertük egyáltalán megjegyezni a jelentésbe, hogyha úgy lett volna, hogy nem arról vagyunk meggyőződve, vagy arról győződtünk volna meg, hogy erről a személyzet nem tud, akkor nem is írjuk le. Mi az, amit ön szerint változni fog az önök látogatása és jelentése kapcsán? Hát talán az, hogy egyre nagyobb nyilvánosságot nyer ez a jelenség, ami tapasztalható ebben a börtönben, és talán elgondolkodik a hétköznapi ember is, hogy milyen a magyar társadalom, hogy milyen börtönöket hoz létre. Tehát az, hogy önök ott jártak, ezt tapasztalták, leírták, elmondják, jelzik a hivatalos fórumok felé, az azon kívül, hogy majd a nyilvánosság ráeszmél valamire, nem jár semmilyen azonnali hatása. Dehogy nem. Hát a ombudsman a jelentésének a végén felszólította a büntetés végrehajtás országos parancsnokát, és a fiatalkorok büntetés végrehajtási intézetének az igazgatóját, hogy azonnal vessen véget és ennek a gyakorlatnak. És egy ilyen ombudsmani felszólítás foganatosítására milyen rendeletek, jogszabályok vannak? Ezt hát az ombudsmani jelentés az nem kötelező, de hát a kísérő levelekben határidőt adtunk arra, hogy a választ meg kell adni nekünk. Megjönnek a válaszok, és elemezzük a választ, és esetleg egy utólagos ellenőrzést, utólagos vizsgálatot is elindíthat alapvető jogok biztosra, hogyha szükségesnek látja, és akkor újra a jelentést publikáljuk. Esetleg? Tehát ez nem egy magától értetődő dolog, hogy visszamennek egy bizonyos idő elteltével, és nem hosszú időre gondolok, és megnézik, hogy változott-e valami? Hát szintén terveket kell írni. Más területe is van ennek a tevékenységnek, nem csak a büntetés végrehajtás, hanem a pszichiátriai intézetek. Amit most elmondott, hogy önöknek, vagy valakinek ezek szerint az összes ilyen fogvatartási intézményt rendszeresen, rutinszerűen, de nyilván szúrópróbaszerűen, tehát úgy, hogy ne tudják az intézményvezetők előre, hogy mikor érkeznek, mindegyiket végig kéne járni, ellenőrizni kéne, és utána nagyon szigorúan nyomon követni azt, hogy változik-e valami, történik-e valami, átépítik-e a cellát, kipucolják-e a WC-t, a falakat, kisebb lesz a zsúfoltság, és így tovább. De ha jól értem az ön szavait, akkor erre nincsen idejük, emberük, energiájuk? Hát az ombudsman a szószóló, tehát ez felemeli a szavát, és a kormányzatnak kell intézkedni. Na de most mondta, hogy arra is terveket kell írni, és nem biztos, hogy belefér, hogy egyetem visszamenjenek tökörre, megnézzék, hogy ott mi van. Igen. Nem beszélve az összes többi intézményről, ahol nem biztos, hogy sokkal jobbak a körülmények. Igen. És ezek szerint azokat a szerveket, amelyeknek ezeket hivatalosan ellenőrizni kéne, hát nem feltétlenül bízhatunk meg benne, hogy meg is teszik. Hát én ezt sajnos nem tudom. Én nagyon remélem, hogy ez a jelentés, és nagyon köszönöm, hogy itt is elmondhatom, olyan nyilvánosságot kapott, ami talán az fog eredményezni, jobban odafigyelnek a hatóságok is erre a kérdésre, és akkor hatásosabban fognak ellenőrizni. De önök mennyire tudnak a jövőre nézve odafigyelni erre a kérdésre? Mire van energiája? A legjobb tudásunk szerint fogunk eljárni. Ezt értem, de az mire elég? Hát az arra elég, a tavalyi tervünkben 22 fogvatartási hely meglátogatása szerepel. A tavalyi tervünk? A tavalyi terv, tehát tavaly készítettük az idei évre
készült tervet, és abban 22 fogvatartási hely szerepel. Nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy például menekültügyi őrzött befogadó központ is szerepel benne, és szerepelt is a látogatásunkban. Debrecenben voltunk a telephelyen, ott vizsgálódtunk, pszichiátriai intézet, kórháznak a pszichiátriai osztálya szerepel, gyermekvédelmi intézmények szerepelnek, szintén voltunk ilyen helyeken többször is. Tehát nem csak börtönöket vizsgálunk, rendőrségi fogdát, esetleg pszichiátriai intézetet, ahol, ahogy mondtam, szociális jellegű intézményeket, mind azokat a helyeket, ahol a személyek meg vannak fosztva a személyi szabadságuktól. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és nagyon szívesen. Köszönöm. Kézi csókolom.